Mint ahogyan arról már korábban mi is beszámoltunk, teljes állami támogatással közel 5 milliárd forintból valósul meg a Makovecz könyvtár és a Hagymatikum gyógyfürdő új részének építése. A jelenlegi könyvtárt teljes egészében lebontják, helyére egy modern, minden igényt kielégítő 1600 négyzetméteres lifttel felszerelt kétszintes bibliotéka épül. Az intézmény alsó szintjén egy 85 ezer kötetes felnőtt, míg emeletén 15 ezer kötetes gyermekrészleg kap majd helyet. A 2,5 milliárd forintos projekt még idén elindul, a tervek szerint ősszel kezdik elbontani a Deák Ferenc utcai épületet, ám a munkálatokba és a könyvtár funkcióiba a makóiak is beleszólhatnak. A város vezetés ugyanis szeretné, ha a makóiakkal közösen valósulnának meg a beruházások, ezért kérdői formájában kíváncsiak mindenki véleményére. A hétfői napon kerül és indítjuk én útjára azt a konzultációs levelet kérdőivel egybekötve, amelyben a könyvtár használati dolgokról szeretnénk tájékoztatást kapni a makói polgároktól, illetve hogy milyen programokkal, a jelenleg már meglévő programok mellett milyenekkel szeretnék, hogyha bővülne az új Makovecz könyvtár. Emellett lakossági fórumok sorozatával szeretnék megszólítani a makóiakat. Április 21-től kezdődően május 11-ig mind a 8 város részben komplett tájékoztatóval egybekötött fórumokon ismertetik a Makovecz könyvtár építési terveit. A beruházással kapcsolatos információk átadás és népszerűsítési feladatába civileket is bekapcsoltak. Nadomán Zsuzsanna tanítónőként vesz részt a programban. Rengeteg rendezvényen, programon vagyunk ott, osztálykeretben, iskolai keretben. Nagyon sok olvasás népszerűsítő program, író-olvasó találkozó, kiállítás, tananyaghoz, ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozás várja a gyerekeket, és ezt szeretnénk a jövőben is, ugyanígy az új megszépült környezetben. A város részéről a polgármester mellett Toldi János önkormányzati képviselő tájékoztat, akinek szintén van személyes kötődése a könyvtárhoz. Egy népművelési könyvtár szakot végeztem, amit hát hála Istennek alá is támasztottak munka lehetőséggel, és Gyulaváriban és Gyulán is, és mint az ottani kultúrháznak és ifjúsági útőrháznak vezetője, illetve igazgatója voltam. De ugyanakkor, hogy el szoktam mondani másoknak is, nem építészetileg akarok beleszólni Makovecz Imre művébe, hanem valójában a megvalósulás a kis csoportos programoktól kezdve a nagyobb munkát igénylő, nagyobb szervezéseken át együtt dolgozni a munkatársakkal. A Makovecz könyvtárral kapcsolatos kérdőíveket hétfőtől kezdik kipostázni a makói családokhoz, amelyeket folyamatosan visszavárnak a következő három helyszín egyikére, a Hagymaházba, a József Attila Városi Könyvtárba és a Polgármesteri Hivatal főportájára.